Fodor Gábor és pártja a marihuána fogyasztás legalizálásáról nyújtott be módosító javaslatot. A liberálisok minden 21 évet betöltött személy számára legálissá tennék a kanabisz és származékainak fogyasztását. A témáról Zaher Gábor főorvos, a Honvéd Kórház sürgősségi osztályának vezetőjét kérdezem a stúdióban. Jó estét kívánok! Szép jó estét, sokkalom! Főorvos úr, először is mit szól ez a jogalkotói szándékhoz? Tehát orvosilag elfogadhatónak tartja, és ha igen, akkor milyen mértékben a legalizálást? Itt azt gondolom, nagyon sokféle aspektus van ennek a történetnek. Az, hogy demokratikus társadalomban van egy politikai párt, mozgalom, amelyik azt mondja, hogy ők ezt szeretnék. Ebben szerintem semmi kivetni volna az égért a világon nincs, ez az ő véleményük. Hogy ez mennyire talál utat, fület az emberekkel, a szakmában, a politikában, ez már tökéletesen egy más kérdés. Én azt gondolom, hogy a demokratikus társadalomban egy ilyen vélemény, hogy legalizáljunk, tekintettel Egyesült Államok nyugat-európai példákra, én ebben semmiféle kivetni valót nem látok. Egyébként, hogyha már felvetette, akkor van foganatja, tehát nyitott fülekre talál a társadalom, milyen a társadalmi elfogadottság? Én azt gondolom, hogy teljesen megosztó ebben az egész történetben. Nagyon sokan, és itt főleg mondjuk a 40-45 fölötti korosztály, az gyakorlatilag egy ilyen fétistárgyként tekint, és most nem csak a marihuána, az egész kábítószer kérdésre, hiszen nekem baromi egyszerű volt, 17-20 évesen, mert szipuzni mégse akartam, Aktedon, Centedin parkán, Mágtea, Kodein, hát ezek akkor is nagyon gázak voltak, de akkoriban én ugye 57 éves vagyok, ha mondjuk én szerettem volna egy spanglit elszívni, azt sem tudom, hogy merre indultam volna ma meg. Szerintem nem lövök mellé a történetbe. Két SMS és gyakorlatilag akár ide a ház elé is ide hozzák az éppen anyagot. Ezért kérdezem, mert hogy könnyen elérhető, tehát befolyásolja mondjuk a fiatalokat arról, hogy hogyan vélekednek erről a politikusok, népszerű, közismert emberek, a legalizálás mellett vannak, vagy alapvetően nem? Azt gondolom, hogy igen, de hát ez már évek óta kísérti ugye a magyar társadalmat, Kendermag Egyesület, és így tovább. Szóval ezek mindig történetek. Ugye a marihuána használata évezredekre visszanyúl a történet, de főként ugye az elmúlt 15-20 év marihuána kutatásai, orvosi kutatásai, ezért sok mindenre rávilágítottak. Az itt nem arról van szó, hogy akkor ez egy tök ártalmatlan vegyület, meg ettől öreg semmi bajod nem lesz, hiszen, és negatív példákat bárki tudna mondani, láttam én is egy spangli elszívásától pánikrohamot, lapangó skizofrénia megjelenését, hozzászokás, függőség elvonási tünet, és igen, annak a valószínűség, hogy valaki mondjuk elszív egy marihuána cigarettát és belehajjon, valljuk be őszintén nagyon kicsi. Persze, ahol ő vezet és behajt a buszmegállóba, az megint egy más tészta, de ebből a szempontból a hozzászokási potenciál, az addikciós potenciál a marihuának nagyjából olyan, mint az alkoholé. Most az alkoholról sok mindent tudunk, ugye 800 000 magyar alkoholista, Magyarországon csak 10 000 marihuána függő létezik, aki esetleg itt él úgy velünk szembe, hogy nem veszünk rajta semmit észre. Ugye a jogalkotó határozza meg, hogy milyen hatóanyag tartalmú kanabisz vagy kanabisz származék az, amelyik tiltott, vagy akár legális vagy engedélyezett lehet. Érdemes egyébként mennyiség vagy hatóanyag szempontjából vizsgálni azt, hogy legalizálható-e a kanabisz, vagy nem? Én azt gondolom, hogy nem. Ez alapvetően magáról szóljon a hatóanyagról, és főként ugye az elmúlt néhány év változása, ugye, amikor a szintetikus marihuána származékok megjelentek. Ez azért nagyon sokat szakmailag a nem legalizálás felé vitt el. És ez nagyon egyszerűen talán úgy lehetne megfogalmazni, hogyha a marihuána hatáserősségét egynek veszem, nem lehet egynek venni, de tényleg csak az egyszerűség kedvéért, akkor vannak olyan szintetikus marihuána származékok, amelyek mondjuk 1,001 és 0,98 hatáserősségűek. Magyarán szólva, egy használó nem tudja megkülönböztetni kvázi azt, hogy hatáserősség szempontjából milyen. És akkor van olyan, amelyik egy picit odébb, és ez kísértetésen hasonlít, hogy a három kismalac történetére csak a lábamat dugom be. Most ha egyet beengedek, akkor joggal mondhatjuk azt, hogy oké, hát akkor engedjük be azt, amelyik 1,002, és engedjük be azt is, amelyik 0,998, és akkor mégis, és szakmailag én nem tudom azt mondani, hogy kérem, engedjük be balra 10-et, jobbra 10-et, balra 15-öt, jobbra 15-öt, ja és miért 21 év? Miért nem 18, hiszen 18 év Magyarországon a felnőtt kornak ugye a határa. A 21 ez egy abszolút ilyen önkényes meghatás, akkor legyen 22, de szerintem inkább 23, de talán 25, mert 25 éves korunkra talán jobban benő a fejünk lágya, és itt az, hogy millió egy fogózót. Jól értem, akkor bocsánat, hogy orvosilag csak a zéró tolerancia elfogadható? Én azt gondolom, hogy számomra igen, alapvetően, és talán ezzel nagyon sok kollégám véleményét is tudom valójában tolmácsolni, persze lesznek ugye ellentmondók is ebben. Én azt gondolom, ez nem arról szól, hogy most erőből, hanem szakmailag kell meggyőzni, és azt gondolom, ezek a szakmai érvek, amiket talán itt elmondtam, hogy akkor, ha egyszer beengedek, akkor engedjük be 3-5, 5-5, 7-et, 12-t, nem tudom megmondani, hogy meddig engedjen be. Talán ez kellő érve ahhoz, hogy egyébként Magyarországon ne legyen szó legalizásról, és akkor még nem beszéltünk egy tök más történetről, ami szintén marihuána,
orvosi felhasználás, az egy teljesen más dolog, hiszen az nem arról szól, hogy akkor fáj a hátam, itt van marihuána, fölírom, patikus megtekeri, gyerek kijön a patikából, már pattintja a spanglit, és már ott a patika lépcsőn tökülézi, mert az egy teljesen más történet. Beszéljünk az érvekről, a legalizálás mellett lobbizók érveiről. Az egyiket ön is említette, hogy hasonlóan ártalmas, mint az alkohol, de ez felhatalmazza mondjuk a jogalkotót arra, hogy akkor legalizálja a marihuánát. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül, szerintem jóval inkább a másik irányra kellene még egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy itt van ez a fránya alkohol. Hát nézzük meg, 30 ezeren halnak meg Magyarországon alkoholokozta megbetegedésben. Hány családot vert szét szó szerint, és most akár szó szerint érthetjük magát az alkoholt. Alkoholisták száma 800 ezer Magyarországon. Ez egy akkora probléma, amivel valahogy ma nem akarunk, hogy nem merünk, nem tudunk foglalkozni, pedig sokkal-sokkal nagyobb, nagyságrendileg nagyobb probléma, mint amikor arról beszélünk, hogy marihuána függőség, ami becsléseink szerint kb. 10 000 embert érint, és persze itt is megvan a rendszeres használóknál ugye különböző mnestikointellektuális funkciók romlása, és így tovább, de azért az alkohol valljuk be őszintén romboló hatás szempontjából, társadalmi jelentőség szempontjából sokkal-sokkal nagyobb súlyjal bír, mint maga a marihuána. A másik érv, hogy a kriminalizálás nem tesz jót ennek a területnek, tehát az, hogy törvényben tiltja a jogalkotó a marihuána fogyasztás, ez nem, hogy csökkenteni, növeli a fogyasztók számát. Tehát van erre példa, vagy gyakorlati tapasztalat, ott van Amsterdam és most más ország vagy város, ahol legalizáltak a fővigyelet, szóval, hogy hogyan hatott a fogyasztók. Igen, és vannak olyan európai országok, ahol mondjuk a törvénykezésből például kivették a marihuánát, és ott szabálysértési eljárásként fut ez a történet, és nem lehet börtönbüntetést kapni érte. Azt azért szeretném tisztázni, és ugye magam is igazsági szakértő vagyok, hogy ma Magyarországon azért senki nem ül börtönbe, mert elszívott egy spanglit. Azért senki. Ott valamiféle halmazati cselekménynek kellett történnie ebbe az egész dologba. Egy kis átadás, egy kis kereskedés, stb. De az önmagában, és ez pontosan a használó, a rendőr, az ügyész és a bíró is pontosan tudja, hogy nem az a cél, ezt a 20 éves egyetemista gyereket bevarják 2 évre Kufsteinvárába, nehéz vasba, hiszen gondoljon bele, egy hétvégén szó nélkül le lehetne tartóztatni 100 000 embert, azért, mert mondjuk marihuánát használ, vagy csak 50 000-et, hát hol tudna ezzel az ügyel megbirkózni a rendőrség, és így tovább. Szóval nem ez a célunk, alapvetően az a célunk, hogy merjünk a gyerekek számára olyan szociális mintákat adni, hogy merjenek jó döntéseket hozni, hogy enélkül is működhet a világ. És enélkül is meg tudja saját magát valósítani. Ettől még azt ne gondoljuk, hogy Magyarországon lesz tábla, ez a tiszta udvar, rendes ház, drogmentes övezet, és akkor tök jó, és akkor kána. Nem, mindig lesz olyan, aki használ, aki függő, aki belehal, aki börtönbe kerül, aki kereskedik, és így tovább. De a cél tényleg az lehet, hogy minél kevesebben. A kérdés az, hogy hogyan befolyásolja mindezt a jogalkotó törvényi környezetet, tehát a támogató törvényi környezet csökkenti a fogyasztók. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. A törvényi keretrendszert ad az életünkbe, és a keretrendszeren belüli mozgás az fontos. De hát mindig ezt a példát szoktam mondani, szabad lopni Magyarországon? Nem szabad, ott van a törvény. És nem arról van szó, hogy a hajléktalan bemegy a hipermarketbe, és hóna alatt megpróbál kihozni egy üveg vodkát, hanem esetlenként más kaliberű történetekről. Szóval a törvény fontos az életünkben, de azt gondolom, hogy akár a szigorítás, akár az enyhítési oldal nem változtatna érdemben a szerhasználók számán. Nem gondolom, hogy többen használnak, vagy kevesebben. Vannak a világnak olyan országai, ahol a kábítószer használatot halállal büntetik. És ez nem bír visszatartó erővel érdemben, mert ha valaki akarja, akkor úgy is csinálja, még ha baromi nagyot is kockáztat emiatt. Nyilván is visszatérnék a beszélgetésünk elejére, hogy fontos, hogy a fiatalok maguk ugye hogy tekintenek, akár a marihuánára, akár az egyéb drogokra, tehát hogy milyen nagy a társadalmi elfogadottsága, vagy mennyire trendi szívni. Egy hétvégén említett, hogy több százezeren is mondjuk. A trendiség az mind a mai napig megvan. Csökken vagy nő, bocsánat, a tendencia. Igazán a marihuána évek óta vezeti a listákat, mármint ami a szerhasználatot jelenti. Ugye pontosan ezek a szintetikus marihuána származik, ezek ugye egy picit növekvő tendenciát mutatnak, de a marihuána azért tartja magát mondjuk egy rétegben, nem beszélve arról, hogy az új biofű az jelentős konkurencia, mert egy jó minőségű spangli 2004, egy biofű 400-500 forint, szóval azért az árban alapvetően nem mindegy, és például ez is jelenti mondjuk a szegénységi droghasználatnak a megjelenését, hogy magyarán szóval rossz anyagi körülmények között élők is hozzájuthatnak olyan tudatmódosító szerhez, a borzasztó ütős biofüvekhez, amiről gyakorlatilag ma még semmit nem tudunk. A könnyű drog titulus vagy, vagy kifejezés, de azért hozzám, mert tudom, hogy erre hevesen szokott reagálni, de miért kell ki mindig ez ellen a kifejezés? Mert nem létezik, mert nem tudom összehasonlítani egymással a szereket. Mert nem tudom azt mondani, hogy a marihuána 13, a heroin meg 72, ha lenne,
amivel abszolút össze tudnám egyes hasonlítani, akkor azt tudom mondani, az egyik ennyi, meg a másik annyi. De önmagába véve persze az, hogy marihuánában nem halnak bele emberek, vagy nagyon minimális a halál valószínűsége, de ettől még Angliában jelentősen megnőtt a fiatalkorú skizofréniáknak a száma, pontosan a marihuána használat miatt. Rengeteg marihuána pszichózissal lehet találkozni, akár Magyarországon is, szóval itt nem arról van szó, itt nem szabad elbagatelizálni ezeket a szereket, hogy öltözött csak és pangliától nem történik semmi bajunk, igen, valószínűleg 100 esetből, 95-ben tényleg semmi baj nem történik, de mindig ott van az az öt, amelyik magába rejti azt, hogy lehet, hogy 15-ször tök jó volt, és én szerettem volna eljutni a nyuszihoz a rétre, hogy labdázzak vele, és a következő alkalommal, amikor elszívom és szaladok a nyuszi felé, akkor így fog valami elrántani, és bezuhanok egy kígyóverembe, bekerülök egy labirintusba, végtelen lépcsőbe és a többi, és nem tudok belőle kiszabadulni. Szakértőként, orvosként kérdezem, a legalizálás mellett állásfoglaló politikusok véleménye mennyire megalapozott, mennyire vannak tisztában egyáltalán a szer használatának következményeivel, milyen gyakran konzultálnak egyébként a törvényhozók magával, a szakmával vagy az orvosok? Napjainkban éppen zajlik erről egyfajta komoly kommunikáció, hiszen az újfajta szereknél, és itt nem konkrétan a marihuánáról van szó. A csekély a jelentős és a különösen jelentős mennyiség meghatározása milligrammokban, adagokban, és így tovább, és így tovább. Hiszen itt azért komoly büntetési tételek, hiszen nem mindegy, hogy valaki mondjuk 3 évet kap, 5 évet kap, vagy akár potenciálisan életfogytiglani büntetést is kaphat. Ma már mondjuk egy 5-6 gramnyi tiszta hatóanyagért, ami valljuk be őszintén, hát itt a tenyerünkön elfér, de ugye a törvény nagyon érdekesen fogalmaz, és pont ennek a BTK-nak a szakmaibbá tétele az az, ami most tulajdonképpen zajlik kvázi, egyelőre még csak egy ilyen szakmai vita szintjén, de ezen azt gondolom, hogy valamit lehet, hogy kellene változtatni, csak ezzel egyetlen egy baj van, hogy én itt olvasva, meg maga is benne vagyok ugye ebben a levelezési rendszerben, meg olyan igazából átütős ötlete, és ebben én magamról is talán szegénységi bizonyítványt állítok ki, nem volt, ami alapján azt tudnánk mondani, hogy lehetne ezt egy kicsit objektivizálni, ami egy picit a való világhoz közelít, és talán kevésbé mondjuk egy laboratóriumi körülmények között megalkotott törvényre. Úgyhogy nem tudom még, mi lesz ennek a folytatása. Egyrészt próbálja az ember dolgoztatni a szoftverjét, de még nem látom az alagutat, aminek a végén talán lesz a kis fénypont. Főorvos úr, minden esetre mi köszönjük, hogy itt volt és elmondta a véleményét. Nagyon szépen köszönöm.